Teraszkiszökröknél az egy gyakori probléma, hogyha a födémre elhelyezzük a tokot, akkor ezt egy valamilyen csapat végzi, de jellemzően egy nyílázáró beépítő szakembergárda, de ez nem ugyanaz a szakembergárda, aki a vízszigeteléseket végzi. És ha az a sorrend, hogy először a szigetelők jönnek, és ők valamilyen ajzatra, valamilyen lejtés alapján egy szigetelést elkészítenek, ők ezt a részét a szigetelésnek nem tudják elkészíteni, hiszen még nincs ott a nyílászáró, tehát ő eddig tudja elkészíteni, tehát első fázisban ezt a viszintes zónát tudja elkészíteni. Majd az idők során későbbekben jönnek a nyílászárósok, ők beépítik, megcsinálják ezt a terasz ajtót, terasz ablakot, lényegében a nyílászárót, de utána ennek a szigetelős csapatnak, ugye ez volt a második fázis, egy harmadik fázissal vissza kéne jönni, hogy ezt a toldást, ezt a rászigetelést megcsinálják. Azért, hogy itt ne következzen bebeházás. Most ez a fázis sok esetben elmarad, ez vagy a munka szervezésének hibájából következik be, vagy közben ez a csapat eltűnt, máshol dolgozik, nem ér rájönni, vagy senki nem szólt nekik, hogy na, lehet jönni vissza, ezt a lábazati szigetelést megcsinálni. Na most viszont ha ez a fázis elmarad, akkor nagyon könnyen az következik, hogy a szigetelés felületére jutó nedvesség egész egyszerűen könnyen bejut a belső térbe. Itt még ráadásul, hiszen itt egy úsztató réteg szokott jelni jellemzően 2-3-4 centi vastagságban, amire aztán egy technológiai fóla kerül és betonozás, ami aztán valamilyen burkolat van, azt most nem tudjuk milyen, de lényegében ebbe a rétegrendben jelenik meg ez a nedvesség, és itt az úsztató réteg miatt, ami egy hőszigetelés, tud bármerre közlekedni. Tehát ilyenkor fordul elő az, hogy a víz a födém tetején, vagy a hőszigetelés tetején, az úsztatóitek tetején vándorolva, gyakorlatilag teljesen véletlenszerű jelleggel eljut valahova, eljut egy távolabbi válaszfalhoz, és ott mondjuk nedvesedéseket, felázásokat okoz. És ha mondjuk ez egy fürdőszoba fal, akkor még gondolkozhatunk is, hogy vajon csőtörés van, vagy a mosdónak a vízzel ment rossz helyre, pedig egyszerűen csak a terasznál jutott be a nedvesség, és elérte a legközelebbi falat, ahol felázást okozott. Tehát rengeteg ilyen példát találni, hogy a küszöbb zónában ez a lábozati szigetelés vagy nem jól van megcsinálva, vagy egész egyszerűen meg sincs csinálva. Tehát ez a, ez a fázis, amikor ezt a szigetelést csinálták volna, mert ugye vissza kellett volna jönni, ez elmaradt, és ebből óriási nedvesedések, óriási károk keletkeznek, pedig ez a szigetelés jól meg lett csinálva, ez a belső rétegrend jól meg lett csinálva, és ez a terasz küszöbb jól meg lett csinálva, kivéve ezt a szigetelést, ami ezáltal aztán problémát okozhat. Tehát figyeljünk arra, ha tehetjük, hogy ez a szigetelési fázis vajon elkészült-e, vajon sikerült-e megcsinálni.